Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Hamarosan új bölcsőde nyílik, és a közlekedés területén is több fejlesztés megvalósul Nyírpazonyban. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Vállalkozásfejlesztés. Új irodát nyit a VOSZ Nyíregyházán. Fejlesztések Nyírpazonyban, több megnyert pályázata van a településnek. Vízvilágnapja. Változtass most, ez az idei szlogen. Vállalkozásfejlesztési irodát hoznak létre Nyíregyházán. Erről állapodott meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei szervezete és a Primum Alapítvány. Az együttműködési megállapodást ünnepélyes keretek között írták alá. A VOSZ idén 35 éves. Ennek alkalmából ünnepi közgyűlést és vállalkozói fórumot tartottak kedden a megyeszékhelyen. Változtass most! Ezt a szlogent adta idén a Vízvilágnapjának az ENSZ. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Hidrológiai Társaság vármegyei szervezetének megyeházán tartott ünnepi előadó ülése is e köré a jelmondat köré épült. Bodnár Gáspár, a Feti Vízi igazgatója kiemelte, az elmúlt 10 évben erősödő éghajlatváltozás egyre nagyobb károkat okoz a Kárpát-medence környezetében is. Úgy tűnik, hogy a klímaváltozás kellős közepén vagyunk, szélsőségek jellemzik az időjárásunkat, ez hatással van a vízjárásra is, egyre hosszabbak a csapadékhiányos időszakok, és utána pedig hirtelen alakulnak ki nagy csapadékok, rövid időn belül, akár villámárvizek is kialakulhatnak. Tehát készülnünk kell a többletvíz, a káros vizek kezelésére is, és a súlyos vízhiányos helyzetek kezelésére is. Ez a ma és a jövő feladata lesz a vízgazdálkodás területén. És hát természetes, hogy változtatnunk kell. Az idei szlogen úgy szól, hogy változtass most. Egy felszólító mondat, ami nyugtalanító, hiszen azt jelzi, hogy az ENSZ is úgy gondolja, hogy a 24. órában vagyunk, tehát a vizekkel máshogyan kell foglalkozni, mint ahogy ezt tette az emberiség eddig. Föl kell hagyni a vízpazarló szokásokkal, a vízszennyező szokásokkal, akár véletlen jellegű, akár gondatlan vagy tudatos dologról van szó, és a vizet a helyén kell kezelni. A víz olyan érték, ami az élet bölcsője, sokkal jobban kell rá vigyázni, mind a mennyiségére, mind a minőségére. Ez a változás pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is nagyon komolyan indokolt. Különösen a Nyírség az, amely hatalmas vízhiánnyal küzd. Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke köszöntőjében arról beszélt, jó ütemben halad a térség vízpótlását megcélzó beruházás tervezése. Egy évvel ezelőtt két miniszter társaságában köszöntöttük ezt a jeles napot, és talán már egy évvel ezelőtt beszéltünk arról a megyei, vármegyei vízügy előtt álló nagy feladatról, ami a Tiszából eredendő vízpótlás jelenti a Nyírség vízválasztójára. Ennek a tervezése elkezdődőzőről folyik is remélhetőleg ez év végére, ahogy az uniós projekt elvárja. Sikeresen is zárul, és egy újabb hatalmas beruházási dömpinget jelent a vármegyében, illetve a vármegyei vízügy számára is nyilvánvalóan ez a program majd lehetőséget, illetve feladatot ad, hogy az Északnyírségnek váró kihívásra megfelelő választ tudjunk adni. És tavaly még a legnagyobb, vagy az ember emlékezet óta a legnagyobb aszályos időszak előtt voltunk, tehát azt gondolom, hogy megfelelő időben a helyi vízügy is felhívta rá én figyelmemet és politikus társaim figyelmét is, hogy milyen pontos kihívás előtt állunk a Nyírség ügyében, hogy a klímaváltozásra megfelelő válaszokat tudjunk adni. Tehát azt megelőzően a tavalyi nagyon figyelmeztető aszályos helyzet előtt elkezdődött ennek a programnak a tervezése, amely remélhetőleg a következő évtizedekben megfelelő válaszokat ad erre a kihívásra, mármint amit a klímaváltozás jelent, és újabb feladatot ad a megyei vízügynek. Ugyanakkor örömmel látom a beruházásai során, hogy nem csak a árvízre, ami persze ugyan csak fontos veszélyforrás, hanem az aszályra is igyekeznek most már válaszokat adni, és éppen a Beregben láttuk, hogy milyen lehetőséget jelentett a tavalyi aszályos helyzetben a vízkormányzás. A tervezők már egyeztetik az érintettekkel az új tározóknak a helyszíneit, a vonalvezetését. Készül az a terv, amelynek az a lényege, hogy a Tisza vizet a
nyírségi vízválasztóra feljuttassuk szivattyúkkal, és a meglévő csatorna rendszeren keresztül szétosszuk a térségben, úgyhogy a új tározókat is és a régi meglévő tározókat is fel tudjuk tölteni majd ezzel a vízzel, hiszen az elmúlt év súlyos asszály azt eredményezte, hogy vízfolyásainknak a 90%-a teljesen kiszáradt. Ugyanakkor a tározóinkat sem tudtuk, hiába volt néhány csapadékosabb hónap, nem tudtuk a kívánt szintre feltölteni, tehát ezek a problémák ebben az évben is ismertek lesznek, és kezelni kell tudni majd. Román István vármegyei főispán arra hívta fel a figyelmet, hogy a mindennapok során is takarékoskodni kell a vízzel. Hozzátette, a kormányhivatal munkáját is jelentős vízzel kapcsolatos feladatok teszik ki. Különösen így volt ez a tavalyi évben, amikor rekordmennyiségű asszálykárigényt kellett elbírálni. Vízzel kapcsolatosan a tudásunk, én azt gondolom, hogy rendkívül széles. Mindannyian érezzük, hogy az élet forrása, az életnek a bölcsője. Tudunk sok dolgot róla, tudjuk, hogy a föld felszínének a 71%-át víz borítja, tudjuk, hogy a nekünk embereknek, a szervezetünknek a 66%-a szintén vízből van. Tudjuk, mert megtanították nekünk, hogy az ókorban a nagy folyók vizek mentén alakultak ki az első nagy kultúrák. Tehát tudjuk és érezzük azt, hogy az életnek valóban egy nagyon fontos forrása, az életnek egy nagyon fontos összetevője. És nyilvánvalóan vannak szakembereink, akik a hétköznapi tudáson túlmenően is erről sokkal, sokkal többet képesek átadni nekünk. Erre a dologra a figyelmet mindössze azért szeretném fölhívni, mert hogy nagyon jól tudjuk, hogy a tudás az felelősség is. Nem mindegy, hogy azzal a tudással, amivel hétköznapi emberek, szakemberek rendelkeznek, ezzel a tudással mit kezdünk, mert hogy a tudás az valóban felelősség. Arra használjuk-e, akár a mindennapi élet során, és most ne csak a szakmai munkáról beszéljünk, hanem egy kicsit szélesebb távlatokat, arra használjuk ezt a tudást, hogy oda is figyeljünk arra, hogy a vízzel takarékoskodjunk, oda is figyelünk-e arra, hogy ez az erőforrás életünknek az éltetője, ez rendelkezésre álljon. És láthatjuk, hogy egyre inkább oda kell figyelnünk, mert a víz a klímaváltozás eredményeképpen az néha-néha nagyon nagy kilengéseket mutat. Kevesebb érkezik belőle, mint amennyinek kellene. Teljesen más eloszlásban érkezik, mint mondjuk a nagyanyáink, dédszüleink megszokhatták. Ezért nagy figyelem kell hozzá. A kormányhivatal részéről annyit tudok önöknek mondani, hogy a mi életünket is, mi munkánkat is nagymértékben átszövi a vízzel való foglalatosság. A környezetvédelmi szakterületen találkozunk rendszeresen ilyen ügyekkel, és nem csak, hogy találkozunk a hatósági ügyekkel, hanem magunk is nemzetközi programokban veszünk részt. Például egy határon átnyúló program keretében a Tiszának a vízi monitoringjának a lehetőségét teremtettük meg, illetve szélesítettük ki, ami azt gondolom, hogy a mindennapi hivatali munkánkon túlmutatóan egy olyan plusz feladatvállalás, amit aminek örömeltettünk eleget, és azt gondolom, hogy aminek itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon fontos, Vármegyében nagyon fontos feladata van, de hát találkozunk a vízzel, miközben a vidékfejlesztési pályázatokat gondozzuk, és az öntözéssel kapcsolatos ügyek kerülnek elő. Tehát, hogyha már a mezőgazdaságnál vagyunk, akkor ide sorolnám azt is, hogy a víz meg nem léte, az asszály, az óriási feladatot jelentett számunkra is, mint hatóság számára, az agrárkárenyhítés területén például. Tehát azt gondolom, hogy nem mindegy az, hogy a vízzel hogyan gazdálkodunk. Az eseményen a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vízvilág napi rajzpályázatának nyertes középiskolásait is díjazták. Az elmúlt hetekben több vármegyei település elfogadott költségvetéséről volt már szó. A mai napon Nyírpazonnyal foglalkozunk, ahol előreláthatólag a fejlesztések területén is sűrű lesz 2023 hátralévő része. A részletekről Dubaj Lászlót, a település polgármesterét kérdezem. Jó estét kívánok! Köszöntöm. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a tévénézőket! Mekkora összegből gazdálkodik idén Nyírpazony? Az összeg nagyságrendje az cirka 760 millió forintos főösszeg, és hogyha a költségvetésünket egy szóval lehetne jellemezni, akkor azt mondom, hogy vállalható.
Mit értek ez alatt? Elsősorban azt, hogy az intézményeknek a működőképessége biztosítva van, a település üzemeltetési feladatokat ebben az évben is el tudjuk látni, sőt, tovább menve vannak jogos lakossági igények kisebb volumenű beruházásokra, ez cirka 1-2 millió forintos nagyságrendet jelent, elsősorban csapadékvízelvezető árkoknak a felújítására, utak kátyúzására, aszfaltozására, ezeket szintén meg tudjuk valósítani ebből a rendelkezésre álló összegből. Az elmúlt évekhez viszonyítva mekkora ez az összeg, és mekkora a költség? Nagyságrendileg körülbelül ezzel az összeggel gazdálkodott a településünk, hiszen van egy jelentős tétel, ami kiesett, illetve vannak pótnormatívák, amelyeket kaptunk. A november környékén az elmúlt évben kezdtük el tervezni a költségvetésünket, és azzal szembesültünk, hogy 2023-ra például a közvilágításunknak az energiaköltség az közel 8-szorosa volt a 22, vagy lesz a 22-es évhez képest. Ez, hogyha számszerűsítjük, azt jelentette, hogy 20 millió forinttal többet kellett fizetnünk a közvilágításért, és hál' Istennek megérkezett decemberben az a kormányzati segítség, amellyel kaptunk egy kis kiegészítő normatívát. Így a 2023-as évi költségvetésünkben ez a tétel, vagyis úgy is mondhatom, hogy ki lehetett pipálni, hiszen fedezi a ráfajzott kiadásokat a közvilágításra. Ez okozott dilemmát, illetve Nyírpazonynak az adóerőképessége, az egyfőre jutó adóerőképessége is változott. Ez a jó hír az, hogy egy kicsit erősödtünk, a rossz hír viszont az, hogy elestünk egy kiegészítő normatívától és támogatástól, amely eddig minden évben olyan 20 millió forintos nagyságrendet jelentett. Gyakorlatilag ez az összeg volt az, amelyet elsősorban különböző kisebb önerős fejlesztésekre, vagy pedig pályázati önerőbe tudtunk bele rakni, amikor szükséges volt. De ez az összeg azért nagyon-nagyon hiányzott a költségvetésünkből. És volt még azért egy-két olyan bizonytalansági tényező a rendszerben, ami azért dilemmára és számolgatásra adott okot. Két új intézményünk lépett be, vagy fog belépni ebben az évben az önkormányzat életébe gazdálkodás szempontjából. Az egyik az újonnan épült sportcsarnokunk, amely komoly üzemeltetési kihívás elé állította az önkormányzatot, illetve a másik pedig az újonnan épült bölcsődénk, amely várhatóan július 1-től nyitja meg a kapuit, és egy új üzemeltetési egység lesz a település életében. Milyen komolyabb fejlesztéseket tervez a település? Jelenleg 4 futó olyan megnyert pályázatunk van, amely kivitelezés előtt és megvalósítás előtt áll. Ezeknek a pályázatoknak nagy részét az összeget is leutalták, úgyhogy rendelkezésre áll. Van benne 2 útfejlesztéses pályázatunk, egy belterületi, illetve egy külterületi út. Milyen szempontok alapján választották ki ezeket a területeket? Elsősorban a forgalom, a leterheltség alapján, illetve magának az útnak az állapota, amely elsődleges szempont volt. És nem utolsó sorban pedig a busz közlekedés, tehát az mind főútvonal, azt szerettük volna fejleszteni. Elég keskenyek egyébként, az általánosságban jellemző Nyírpazonyra, hogy szűkre szabott utcák vannak és útjaink vannak. Ezért most egy elnyert nagyságrendileg egy 60 milliós pályázaton az Ady Endre utca sarkától a Vasvári Pál utcát a páratlan házszám oldalában 1 méterrel meg fogjuk szélesíteni, és Pazonyoknak az sokat mond, hogy a hídig, tehát a Szabolcs utcai kereszteződésig. És ezzel 5 méterről 6 méterre szélesedik az út. Ez azt jelenti, hogy most már felező vonallal fel is fogjuk festeni, tehát várhatóan biztonságosabb lesz a közlekedés, és bízom benne, hogy nem lesz gyorsabb egyébként. Mert egyenes, érint ez egyenes, a beruházás? Igen, fog érinteni közműveket is. Nem olyan nagy mértékben, de benne van is, ez be van büdzsézve ebbe az összegbe, úgyhogy bízom benne, hogy bele fogunk férni az összegbe. Milyen volumenű ez az összegben? Ez a beruházás? Hát nagyságrendileg kivitelezés szempontjából egy 50 millió forintos nagyságrend, amit annó ez egy 2021 decemberében beadott pályázat, ugye tisztában vagyunk azzal, hogy itt a kivitelezési árak, építőanyagárak fölmentek, úgyhogy kíváncsiak leszünk, hogy valóban, hogyha meghirdetjük, akkor ebben az összegben még beleférünk-e, vagy nehogy Isten, majd még hozzá kell tenni az önkormányzatnak valami tartékban. Ebben önerő is szerepel egyébként? Ez önerő nélküli pályázat, igen, 100%-os támogatású. A külterületi útunk a másik útfejlesztéses pályázatunk, az szintén egy 62 millió forintos nagyságrend. Itt a úgynevezett Libabokori útunkat, amely a Nyírtúrával, Kemecsével összekötő szakasz és földút,
gyakorlatilag az egyik legnagyobb gyűjtőútunk, amikor a gazdák mennek ki a területre. Azt szeretnénk egy másfél kilométeres hosszban, 4 méter szélességben lemurvázni, tehát kapni egy szilárd burkolatot, hogy elég sok gondunk van vele az utóbbi időben, kikátyúsodik, gödrösödik, úgyhogy nagyon örültünk ennek a pályázatnak. Ebbe viszont van 15% önerő, de ezt a költségvetésbe be is terveztük és rendelkezésre áll. Ha már itt az útfelújításokra, illetve útfejlesztésekről beszélünk, akkor egy picit tekintsünk a jövőbe is, amennyire én tudom, tervezi Nyírpazony, hogy egy komolyabb, szintén forgalom biztonság szempontjából fontos kereszteződést szeretnének biztonságosabbá tenni. Igen, hát ez mondhatjuk úgy, hogy a bakancslistán rajta van, ugyanis van egy kereszteződésünk, a legelső, ahogy Nyíregyházát elhagyjuk, és Nyírpazonyba betérünk, a Vasvári Pál utca 4-es számú főútvonalnak a kereszteződése. Itt állandó veszélyt jelent az, hogy biztonsággal Nyírpazonyból balra Nagyévbe Nyíregyháza felé kifordulni nem egy egyszerű dolog, ugye a 4-es forgalma is megnövekedett, és egyszerre 4 sávot kell figyelnie a gépkocsi vezetőnek, tehát komoly baleseti forrásra ad okot, és az a tapasztalat is, ez rendőrségi statisztikák mutatják, hogy azért eddig nem volt jellemző, hogy minden évben van kisebb-nagyobb személyi sérüléssel járó baleset a kereszteződésben, és én úgy érzem, hogy hát itt mondhatom azt, hogy egy időzített bombán ülünk, és nem kellene addig eljutni, hogy esetleg nagyobb tragédia bekövetkezzen, úgyhogy ezt szeretnénk, hogyha biztonságosabbá tudnánk tenni magát a kereszteződést. Ugye mi 2 alternatíváját tudjuk ennek megoldási lehetőségként, az egyik egy körforgalomnak a kialakítása, természetesen tisztában vagyunk, hogy most egy ilyen jellegű beruházás milliárdos nagyságrend, vagy pedig egy lámpás kereszteződéssel biztonságosabbá tenni a kihajtást a nyírpazonyiak számára, és természetesen a 4-esen közlekedők számára is biztonságosabbá válna azon az útszakaszon a közlekedés. Csak adalékként hagyd mondjam el, hogy Nyírpazonyban a elmúlt 10 évben a személygépkocsi állomány az 50%-kal növekedett. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 2012 óta 600-al több gépkocsi van a hivatalos KSA adatok szerint, tehát ez egy óriási növekmény volt. Ez látszik is egyébként az útjainknak a leterheltségén. Ha jól emlékszem, 4 nagyobb pályázatról beszéltünk, és ebből 2 az útfejlesztés. Mi a másik 2? Van egy ebédlő átalakítás, az óvodai ebédlőnek az átalakítása, egy megnyert pályázatunk. Kellemes létszámgondokkal szembesülünk a településen, ugye a településnek a létszáma folyamatosan nő, és ez magával hozta azt, hogy az intézményekben, mind az óvodában, mind pedig az általános iskolánkban is szinte teljes kapacitással, sőt mondhatom, hogy teljes kapacitással megyünk. Így egy megfogalmazódott kérés és igény volt az óvoda részéről, illetve a szülők részéről, hogy bővítsük egy csoportszobával, az ebédlőnket szeretnénk átalakítani csoportszobába. Ez függvénye egyébként, hogy egy másik pályázatunk meg tud-e valósulni, hiszen az iskolások most ebbe az ebédlőbe járnak át étkezni, és gyakorlatilag az ő elhelyezésüket étkezés szempontjában meg kell oldanunk. Mondhatjuk, hogy Nyírpazony egy dinamikusan növekvő, fejlődő település, hiszen a lakosság szám is növekszik. Igen, ezt nyugodtan, nyugodt szívvel ki tudjuk jelenteni, hiszen közel 4000 fő a lakosság száma néhány fő kivételével Nyírpazonynak, és hogyha a lakosság szám növekedésének a dinamikáját nézzük, akkor azt is el tudjuk mondani, hogy az elmúlt 20 évben 30%-kal élünk többen Nyírpazonyban, mint a 2000-es évek elején. Pont 2000-ben volt az a 3000 lélekszámnak az elérése, ami most ugye a 4000-hez közeli, tehát 1000 fővel nőtt meg több mint 20 év alatt a lakosság száma. Akkor mindez abszolút indokolja a bölcsődefejlesztést, az ebédlőt, az iskolait, sőt akár a sportcsarnokot is. Igen, valóban így van. Hogyan sikerült, említette a beszélgetés elején, hogy kis fejtörést okozott ennek az üzemeltetése, különösen így az energiaárak megnövekedése után? Igen, gyakorlatilag amikor a tényként realizálódott, hogy a sportcsarnok meg fog épülni Nyírpazonyban, akkor alternatívaként üzemeltetés szempontjából is egy kicsit előre gondolkozva két megoldás volt. Az egyik az, hogyha a tankerületi központ üzemelteti, a másik pedig, hogyha az önkormányzat fogja üzemeltetni. Ebbe első perctől kezdve a képviselőtestülettel egyhangú volt, és határozott volt az álláspont, hogy mi szeretnénk, mint önkormányzat üzemeltetni a saját sportlétesítményünket, a sportcsarnokot, és
eljött, hogy honnan jött az ötlet, és honnan volt ez a határozott vélemény. Rengeteg impulzus kaptunk egyébként civil szervezetektől, egyesületektől, mert sportegyesületektől, baráti társaságoktól, hogy alig várják, hogy megnyíljon a sportcsarnok, és tudják használni a létesítményt, és természetesen ők tudomásul veszik, hogy ez megfelelő bérleti díj ellenében működhet, hiszen fenntartási költségei vannak, úgyhogy mi ezt az álláspontot képviseltük folyamatosan. Természetesen ért minket olyan impulzus, hogy nem kellene az önkormányzatnak ezt felvállalnia, hiszen túl nagy falat lesz, és nagyon-nagyon sok pénzt el fog vinni a büdzséből. És ugye ameddig nem voltunk túl egy konkrét üzemeltetési perióduson, különösen pedig egy téli időszakot tekintve, addig mi sem láttuk a sarokszámokat, hogy akkor hogyan is érnek össze a bevételeink és a kiadásaink. Hál' Istennek kihasználtság szempontjából az élet minket igazolt. 8-tól 4-ig használhatják az általános iskolások, és 4 órától szinte este 10-ig és hétvégeken is maximális kapacitással ki volt használva a csarnok a téli időszakban. És ez a kihasználtság továbbra is folytatódik, annak ellenére, ugye, hogy most már azért tavasszal elindulnak a kispályás foci bajnokságok itt a nyílt téren és a szabadban is. És annak ellenére gazdaságos az üzemeltetése, hogy pontosan december 1-én járt le a közműszolgáltatóval a szerződés, és egy 1000 forint per köbméter áron kaptuk a gázt. Február végéig csináltunk egy számvetést bevételek és kiadások tekintetében, és most azt mutatja, hogy októbertől február végéig egy közel 4,5 millió forint bevételt termelt, tehát tiszta hasznot termelt az önkormányzatnak, a sportcsarnoknak az üzemeltetése, és bízunk benne, hogy ezek a számok még jobbak is lesznek, hiszen van egy energetikai pályázatunk, egy toppos, ami szintén megnyert pályázat 62 millió forint értékben. A sportcsarnok ki fog egészülni napelemmel, illetve hőszivattyús megoldással, a hőszivattyút nagyon bízunk benne, hogy tehermentesít minket a gáz felhasználása alól, és így megint az üzemeltetési költségek csökkenteni tudnak. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy befáradt, eredményes gazdálkodást kívánunk 2023-ban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hatalmas károkat okozott az utóbbi 10 évben felerősödő éghajlatváltozás az észak-kelet-magyarországi régióban. Többek között erről is tanácskoztak a szakemberek a Fetivizik és a Magyar Hidrológiai Társaság Vármegyei Szervezetének vízvilágnapja alkalmából tartott ünnepi előadóülésén. Az eseményen elhangzott, jó ütemben halad a nyírség vízpótlását megoldó beruházás tervezése. 35. születésnapját ünnepli idén a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. Erről is megemlékeztek a néhány nappal ezelőtt tartott nyíregyházi vállalkozói fórumon és taggyűlésen. Ez a 35 év, én azt mondom, hogy összességében szép volt. Én 25 éve vagyok a MOSZ-ban ebből a 35 évből, tehát elég sok minden megtapasztaltam. A BOSZ volt az, amelyik még a rendszerváltás előtt jött létre, mint munkadói érdekvédelmi szervezet, a vállalkozók ugye a munkadók, és akkor az volt az elhatározás, hogy politikától függetlenül képviselik majd a vállalkozóknak az érdekeit. Ez 1988-ban volt, ez egy nagyon szép dátum. Utána a BOSZ elindult a maga útján, képviselte a vállalkozókat, rengeteg minden történt a BOSZ életében, pár fontosat szeretnék kiemelni. Ez már először Palotás János volt az elnökünk, azt hiszem mindenki ismert őt, ez nagyon nagy vállalkozót, és nagyon jó meglátásai voltak a vállalkozói érdeképvisel kapcsán. Utána Dennán Sándor lett az elnökünk 1998-ban, tehát 10 évre rá, és az ő idejében indult meg igazán a BOSZ-nak a nagyon komoly fellendülése. Nekik köszönhetjük, hogy most Széchenyi kártya van, nekik köszönhetjük a Prima Primissimát, nekik köszönhetjük a megyei primákat, az évvállalkozó díjakat, amit megyei szinten és országos szinten is átadunk, azt a társadalmi és mondhatom az politikai elismertséget és beágyazódást, amely a BOSZ életében létrejött, szintén az ő munkásságának köszönhetjük. Természetesen ebbe a BOSZ elnökség döntése is mindig benne volt, és a megyei szervezeteknek a rendkívül kitartó és szorgalmas munkája. Aláírás és pecsét kerül a dokumentumokra, azokra, amelyek azt rögzítik, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is irodát nyit. Ilyen eddig csak 3 helyen működött az országban, a VOSZ célja azonban, hogy 1 éven belül minden vármegyében működjön ilyen. A vállalkozásfejlesztő irodát Nyíregyházán a Primum alapítvánnyal közösen alakítják ki.
A megyei szervezetünk ugye az 1999-ben alakult meg, tehát jövőre az is 25 éves lesz, ismét egy jubileumunk lesz. A megyei szervezet életében egy komoly változás lesz most, ugyanis a BOSZ 5 éves programjába új elnökünk Eppel János úr elővezetése kapcsán szerepel, hogy létrehozunk minden megyében vállalkozásfejlesztési irodát. Eddig 3 jött létre, mi leszünk a negyedik, akik megalakítjuk ezt a vállalkozásfejlesztési irodát. Itt speciális a helyzet, ugyanis a Primommal karöltve, mivel a Primonnál a személyi tárgyi és egyéb technikai feltételek megvannak arra, meg a tapasztalat, hogy hogyan kell a vállalkozásfejlesztést működtetni. Emellett nem tartjuk szerencsésnek, ha még egy újabb irodát hoznánk létre. Tehát a Primommal együttműködve a vállalkozóknak a tanácsadásában kívánunk részt venni. Létrehozunk egy újabb boszpontot, ahol Széchenyi kártyát fogunk forgalmazni, és segítünk nekik a piacra jutásban is, és a Primum az Enterprise Europe Networknek is a tagja. Eppel János, a VOSZ elnöke, a vállalkozói fórumon tartott előadásában a szövetség új 5 éves stratégiai céljait ismertette. Ezeket a mostani nehéz gazdasági környezetben 3 fő szempont szerint határozták meg. Fontos nap a mai nap a BOSZ életében, nem csak a megyei szervezet, hanem az országos szervezet életében is. Fontos és több mint jelképes üzenet az, hogy itt vagyunk, és nem csak itt vagyunk, hanem minden megyében, megyeszékhelyen a következő hetekben megfordulunk, hiszen az élet, a gazdaság a megyékben van, és nem csak Budapesten zajlik a gazdasági élet. Ezért ezt szeretnénk kifejezni. Az új stratégiának a lényege pont, amit ön is említett, hogy egyik oldalon van egy 35 éves működés, és ebben felhalmozott tudás, tapasztalat. Napokban ünnepeltük a VOSZ 35 éves jubileumát. A másik oldalon pedig vannak olyan új kihívások a külvilágból, nemzetközi összehasonlításban, magyarországi gazdasági életben, amikre nekünk jó válaszokat kell adnunk annak érdekében, hogy a szervezetünk eredményesen teljesítse küldetését, a magyar vállalkozók támogatását, segítését. Ezért van egy 5 éves stratégiánk, amiben összefoglaltuk mindazokat a lényeges elveket, szempontokat és kijelöltünk célokat, amik mentén szeretnénk ezt a társadalmi tevékenységet, a VOSZ vállalkozásokat támogató tevékenységét hatásosabban, eredményesebben képviselni. Ennek 3 területe van, az egyik a érdekképviselet, a második a szolgáltatások, a harmadik a vállalkozásfejlesztés. Érdekképviseletben szeretnénk a szakmaiságot, a proaktivitást és a konstruktivitást erősíteni. Szolgáltatásoknál legismertebb szolgáltatásunk a Széchenyi kártya program, amit a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával hoztunk létre, és működtetünk 20 éve eredményesen. Büszkén hadd mondjam el, hogy a 20 év alatt több mint 450 ezer vállalkozás jutott valamilyen mértékű államilag garantált és támogatott kedvezményes hitelhez. Ez meghaladja a 6 ezer milliárd forintnyi összeget. Ez számunkra azt jelenti, hogy nagyon-nagyon eredményesek, hatékonyak voltunk ezzel a termékkel, ezzel a szolgáltatással, és erre igazából büszkék is vagyunk. Szeretnénk a pénzügyi szolgáltatásokat új termékekkel bővíteni. A harmadik terület a vállalkozásfejlesztés. Ez egy viszonylag új terület, amit most szeretnénk felfejleszteni. Alapja az a tudástapasztalat, amit említettem, és az a forrás, amit a Széchenyi kártyával, amilyen bevételre szertettünk, ezt szeretnénk célirányosan, bizonyos, progresszív területeken befektetni. A Kereskedelmi Iparkamarával közösen végzünk tevékenységet, de van külön BOSZ tevékenység is, amit egyeztetünk egymás között. A legnagyobb szövetségesünk a Magyar Kereskedelmi Iparkamara, tehát ezt velük egyeztetve fogjuk végrehajtani. Nagyon fontos ezen belül a területi elv. Szeretnénk minden megyébe és az ország minden pontján elérhetőek lenni a vállalkozások számára. BOSZ irodákat szeretnénk egy éven belül minden megyében, jó vállalkozói környezetben, jó infrastruktúrával, jó eléréssel, ami egy kicsit a vállalkozók otthona, háza lehet, ahova betérhetnek egy jó szóra, tanácsadásra. Szeretnénk a Széchenyi kártyát és a többi szolgáltatást is itt megjeleníteni, és fizikailag elérhetővé tenni a vállalkozásokat. A másik lényeges szerveződési elv, ahol szeretnénk hatékonyságot javítani, az a szakmaiság, mert a vállalkozásokat nem csak az általános vállalkozói lét, hanem nagyon sok esetben egy-egy gazdasági területnek a specialitásai kötnek össze.
lehetőséget adunk arra, hogy csoportokban, szekciókban, tagozatokban az egyes szakmák még eredményesebben tudják a saját érdekeiket képviselni. Ezt fogjuk erősíteni a jövőben. Nagyjából ezek azok a területek és a stratégiának a legfontosabb elemei, amiben szeretnénk előrelépni a következő években, és számítunk a megyékre, a megyei aktivitásra és a tagok aktivitásra és a vezető testületek aktivitására. Tehát az aktivitás az egy kiemelendő szó és egy fontos vezérelv a 5 éves stratégiában. Román István, a vármegyei kormányhivatal főispánja arról beszélt, bő 10 évvel ezelőtt még sokkal inkább munkanélküliségi problémái voltak a régiónak, mára ez munkaerő hiányba lépett át. Hozzátette, a kormányzati szerveknek és a vállalkozások érdekvédelmi szervezeteinek azon kell dolgozniuk, hogy a képzés is az igényekhez igazodjon. Nyilván probléma az van, amivel szembesülni kell és amivel foglalkozni kell, de azzal együtt, hogy a munkaerőpiaci helyzet megváltozott, azzal együtt mi úgy gondolkodunk a kormányhivatalban, hogy a foglalkoztatási szakterületnek is meg kell változnia. Nyilvánvalóan működnek azok a munkahelyteremtő pályázatok, amelyeket többen is ismernek, a GINOP-on keresztül, a topos pályázatokon keresztül lehet támogatott foglalkoztatáson bővíteni a foglalkoztatást. De hát azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szükség van arra, hogy egy közvetítő szerepet töltsön be a kormányhivatal. A kormányhivatalnak a foglalkoztatási szakterülete, és a foglalkoztatási főosztályunk és a járási foglalkoztatási osztályaink, aminek az eredménye az kell, hogy legyen, hogy segítsük azt, hogy a munkaerő és a munkáltató az egymásra találjon. Például megszüntettük néhány évvel ezelőtt azt a gyakorlatot, hogy boldog-boldogtalant kiközvetítettünk egy-egy megkeresésre, mert annak igazából nagyon nagy hozadéka nem volt. Célzottan próbáljuk meg az álláskeresőket a bejövő munkaerő igénynek megfelelően kiközvetíteni. Ez egy óriási feladata és munka a mi részünkről is. Ebben egy partnerséget tudunk ajánlani önöknek a kormányhivatal részéről, és mindenkit biztatni arra, hogy azokat a lehetőségeket, amelyeket a kormányzat hazai forrásból vagy uniós forrásból tud biztosítani, ezeket a lehetőségeket próbálják megragadni. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint az idén 35 éves VOSZ-nak országos és régió szinten egyaránt nagy szerepe volt a vállalkozói szféra megerősödésében. Én emlékszem még azokra a számokra, hogy 1990 után 1,5 millió munkahely szűnt meg, és 750 ezer kényszervállalkozó volt. És ebből a nehéz helyzetből az érdekképviseleti szervezet, amely egy nagyon nehéz időszakon ment akkor keresztül, már egy sikeres szervezetté vált, és ehhez gratulálok is, megyei és országos szinten. És hát ott vagyunk, hogy 35 év, több mint egy generációnyi idő felnőtt a vállalkozói társadalomnak a generációváltása, ha szabad így mondani. Itt Nyíregyházán is megfigyelhető, hogy vannak már, akik a szüleiktől családi vállalkozásként átveszik, vagy már át is vették, és tovább folytatják azt a családi vállalkozást, amely éppen a 80-as évek végén, vagy a 90-es évek elején elindult. Az eseményen Comba Csaba vármegyei elnök bejelentette, a VOSZ ebben az évben 300 ezer forintos ösztöndíjban részesíti azokat az alkotókat, akiknek a filmjeit az idén második alkalommal megrendezésre kerülő Máté Szakai Adolf Cukor Nemzetközi Filmfesztivál legjobbjainak tart a szakmai zsűri. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, amikor többek között a közlekedés témájával foglalkozunk részletesebben. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!